A Movember mozgalom 2009-ben indult hazánkban azzal a céllal, hogy a férfiak figyelmét felhívja a prosztatarák megelőzését szolgáló szűrővizsgálatokra. Szerdán délelőtt a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál technikumában álltak rajthoz középiskolás fiúk azért, hogy futással vigyék hírül a mozgalom, a szűrések és a megelőzés fontosságát. A legtöbben már tisztában vannak a prevenció szükségességével. Azért vállaltam el én is, mert ugye én is férfi vagyok, tehát így minden férfinek úgy gondolom, hogy el kéne venni a szűrésre, és fontos az egészségünk megóvása. Kevesen hiszik el, hogy ilyen velük megtörténhet, és nagyon fontos az, hogy felhívjuk erre a figyelmet, hogy bárkivel megtörténhet ez, és fontos az, hogy fussunk ezért, és lássák az emberek, hogy ilyen előfordul, főleg mi férfiak néha elhisszük, hogy halhatatlanok vagyunk, aztán mégse. A futást Östör Anna Mária egészségügyi sport és fenntarthatósági tanácsnok indította el, aki örömét fejezte ki, hogy évről évre egyre többen vesznek részt a figyelemfelkeltő programokon. Dolgozunk azon, hogy Székesfehérvár lakosságát ráébresszük arra, hogy a saját egészségéért ő maga is kell, hogy tegyen. Nem lehet mindig az egészségügyi ellátórendszerre várni, arra fogni minden hibánkat, hiszen ha mi nem megyünk el, akkor nincs is tovább beszélni róla. Úgyhogy 2011 óta tudatos magatartásra, egészségműveltségre, egészségtudatosságra próbáljuk meg felhívni a figyelmet. A Bugát Pál Technikum egészségügyi iskolaként immár 3 éve csatlakozik a Movember mozgalomhoz. Ezzel próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy a prosztatarák gyógyítható, ha korán felismerik a betegséget az orvosok. A fiataloknak 1600 méteres távot kellett teljesíteniük, bár nem versenyként hirdették meg a sportos megmozdulást, az első 3 helyet díjazták. Nagyon pozitív a visszajelzés, egyrészt a mi iskolánkból és a többi iskolából is. Ezt most mi úgy szervezzük, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum iskolái, és egy ilyen 15-25 fővel iskolánként képviseltetik magukat ezen az eseményen. A betegséggel élők száma meghaladja a 25 ezret, mintegy 4000 új megbetegedést regisztrálnak, és mintegy 1700-an veszítik életüket a prosztatarák miatt évente. A futáson résztvevő fiatalok idén is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szám csökkenhessen.